emberek, ide ledobták a szemetet, és miután ledobták, akkor guberálók szétszették a zacskókat, kutyák, macskák meglepték, különböző rágcsálók, ami nem csak az, hogy nem szép, hanem tényleg nem higiénikus. Mondta az előzményeket a Kölcsei lakótelep egyik lakója. A környékbeli lakókon kívül a vállalkozások is idehordták a hulladékokat. Az üzlettulajdonosok nem mindegyike rendelkezik szerződéssel a hulladékszállító gazdálkodó céggel, így aztán a náluk keletkezett hulladékot, ha lehet azt mondani, illegálisan lehelyezték a lakóknak a kukáinál, ami borzasztó állapotokat eredményezett. Ezen fog a város reményei szerint változtatni ez a tároló berendezés, melyhez a lakókon kívül a szolgáltatóknak lesz még hozzáférése, hiszen egy csípes rendszer segítségével lehet majd nyitni őket, mondta Ácsezső polgármester. A most átadott tároló egy prototípus, hamarosan minden lakótelepre telepít majd az önkormányzat hasonlót, megoldva ezzel azt a problémát, mely a hulladéktároló környékén tapasztalható, elsősorban egészségügyi és környezetvédelmi gondként jelentkezik.